És most pedig egy olyan esemény következik, ahol elmondjuk, ki hányadik lett. Hátulról kezdem a felsorolást. Fejenként 60 pontot elérve Rós Sarolta és Sudár Emese harmadik lett. Őket se kevesebb szeretettel várjuk a színpadra egy meghajlás erejéig. Rós Sarolta és Sudár Emese. Itt se sok pont kellett. A harmadik és az első helyezett között mindössze 5 pont különbség van, és 3 ponttal lemaradva, azaz 122 ponttal Szabó Réka Judit lett az ezüstérmes! Te is innen jössz, szia! Gratulálunk! És aki 2013 június 10-én a 8 órakor kezdődő második Babits 5X rendezvényt megnyerte itt a Pécsi Országos Színházi Találkozó OFF programja keretében, és ezzel megnyerte a fődíjat, az nem más, mint elfelejtettem. Nem, csak biztosra kellett mennem. Hargitai Anna Veronika! Gyere, Verka! Köszönjük szépen! Most, hogy megnyerted ezt a tehetségkutatót, amit lehet tehetségkutatónak nevezni, nagyobb örömmel fogsz visszajönni, hogy negyedszerre is énekelj? Egészen biztosan. Köszönjük szépen! Még egyszer gratulálunk az első helyezésedhez! Köszönjük! Köszönjük! És várunk a színpadra egy olyan embert, aki nélkül ez az egész rendezvény nem lett volna semmi. Balási Szabolcs tanár urat kérem a színpadra, és át is adom neki a mikrofont. Szeretnék egy nagy tapsot kérni mindenek előtt, és még mindenek előtt annak az embernek, aki összehozta, hogy ide jöhessünk, összehozta, hogy ez a dolog bekerülhessen a Post-Off programba. Weinreich László! Laci, köszönjük szépen az egész stáb nevében. Szépen köszönjük. És engedjétek meg, amíg itt tapsoltok, hogy én úgy, ahogy van, a Babits 5X stáb tagjait egy meghajlás erejéig ide felhívjam a színpadra. Gyertek föl, légy szíves! És végezetül talán annyit, hogy egészen szívszorító dolog most itt állni, mert iszonyatos nagy munkánk volt benne, és itt tényleg mindenkinek egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mennyit nem aludt. Köszönjük, úgy érzem meg kell köszönjünk a családjainknak, a barátainknak, Kiki, ha jól gondolom, akkor a gyerekeinek, és minden hozzátartozónak a támogatást, ami miatt ti ezt itt engedtétek. És én még hadd köszönjem meg ezt a amúgy is túlfesztett időszakon túllévő helytállást a kórusomnak. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Ez volt a Babits 5X 2. Köszönjük a Postnak, hogy befogadott minket. Köszönjük a Zsolnai Kulturális Negyednek. És a műsorvezető, az 5X2 műsorvezetője nem kevesebb munkával, Halmos Ádám. És engedem Ádámot elköszönni. És köszönjük szépen mindenkinek, aki ma eljött, csak úgy, vagy hogy meghallgassa a barátját, barátnőjét, családtagját, és reméljük, ez egy örökre szóló élmény volt mindenkinek. Köszönjük szépen mindenkinek! Jövőre ugyanitt, ha nem korábban. Köszönjük!